Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja naptár szerint augusztus 29-én. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ez rezgéseket vagy frekvenciát jelent. A mai nap a 9. hullámban van. Ez a 9. hullám eltart szeptember 7-ig, és Csikcsán uralkodik e felett a rezgés felett. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, és utal a belső megújulásokra, változásokra. A mai nap a 4. nap ebben a Csikcsán hullámban, a 4-es számot a maják így jelölték, és utal a biztonság érzetére. Itt ez a kártya utal a sorsunkra. A sors utak kereszteződnek, vagy elérünk egy ilyen kereszteződéshez, és döntéseket teszünk, hogyan tovább. A mai nap tehát augusztus 29-e Lamát hatása alatt áll. Lamát az a csillagokat jelenti, és összefüggésben áll Vénusz bolygóval. Itt szerelemről van szó, itt párkapcsolatról van szó. Lamát segít abban, hogy valami kibővüljön. És mivel Vénusz bolygó kihat a hivatásra is, a kreatív munkára, így szerencsét hoz az anyagiak területén. És ez volt a bepillantás ebbe a maja naptárba. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja naptár szerint augusztus 29-én. Nem csak a mai napon, hanem ez eltart augusztus 31-ig, de minden nap más hatás van. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!